Baranyai Rangadóval folytatta szereplését a Kozár Mislenyese női kézilabda csapata az NB1B-ben. Füzesi Ferenc gárdája a Mohács ellen az előző szezonban két nagyon eltérő mérkőzést játszottak Kovács Tamás tanítványai. Még idegenben sima győzelemmel hagyták el a pályát a Kozár Mislenyiek, addig otthon egy utolsó másodperces góllal tudtak csak nyerni. Ebben a szezonban négy forduló után is veretlen volt a Misleny, míg az ellenfél a rangadóig mindössze egy győzelmet szerzett és háromszor kikapott. Az egymás elleni mérkőzés első félidejében nem találtak fogást egymáson a csapatok, fej-fej mellett haladt a két gárda. 20 perc elteltével ugyan három gólos hazai előny állt az eredményjelzőn, egy időkérés után ismét felzárkóztak a mohácsiak, és mindössze egy gólos kozármistanyi vezetésnél fordultak a csapatok. A második játék részben aztán lerohant a ellenfelét a Misleny, és végig a házigazdák akarata érvényesült. A találkozó végeredménye Kozár Mislenyese Mohácsi Téje 1888 13-12-es félidő után 29-26. Az első félidő kis butaságaiból miatt nem tudtunk akkor előnyre szertenni, amennyit szerettünk volna. Második félidőnek volt egy olyan szakasza, amikor nagyon összeállt a védekezés, jött a kapuból a teljesítmény, és igazából 10 perc játék elég volt ez a mérkőzésen, hogy nyerjünk. Mindig meg szoktam dicsérni, vagy el szoktam marasztalni játékosokat, ha úgy érzem, hogy valami nem stimmel. Most egy negatív dolgot kell mondjak, de csak azért, mert pozitív hatása van. Ugyanis 5 darab védéssel hoztuk le ezt a mérkőzést. Ez azt mutatja, hogy a kapusoknak ugyan nem ment, de 26 kapott gól ellenére a védekezése szerintem nagyon jó volt, hiszen az ellenfelünk nagyon sok eladott labdát csinált, nagyon sok olyan hibába kényszerítettük bele, amit a héten gyakoroltunk, úgyhogy ennek örülök. Kapusokkal majd elbeszélgetek. Szemmel Rogdóra 5 góllal járult hozzá a győzelemhez. Hát szerintem ők egy kicsit azért el is fáradtak, és próbáltuk rájuk erőltetni a mi gyorsabb játékunkat, amit gyakorlunk éveleje óta, szerintem sikerült is. Ez volt az a találkozó, ahol egy év kényszerpihenő után a Kozár Mislenyi csapat meghatározó játékosa, Hosszú Boglárka visszatért a pályára. A sportoló tavaly október 24-én a Vasas elleni kupa meccsen szenvedett súlyos térdsérülést. Én annyira boldog vagyok, hogy ezt nem tudom elmondani. Nagyon jó érzés volt a pályára kerülni, és ez a csajoknak is volt köszönhető, mert a Tamással így beszéltük, hogy ha az eredmény úgy alakul, akkor megnézzük egy pár percet. Hál' Isten ez sikerült, nagyon jó érzés volt, remélem, hogy egyre több játék lehetőséget tudok majd kapni. A csapat hibátlan mérlegének köszönhetően jelenleg a második helyen áll a tabellán a Budaörs mögött. Október 26-án szombaton pedig az 5. helyezett Vasas vendégei lesznek Kovács Tamás tanítványai.